A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ előadásában csendült fel a himnusz a hősök sírjánál. Németh Klaudió történész idézte fel az október 6-ai eseményeket. Egyértelműen a gyász az, ami először eszébe jött szerintem mindenkinek október 6 kapcsán, és az a hősieség, ahol hogy ők helytálltak úgy a bítófa előtt, úgy pedig a 48-49-es forradalom kapcsán. Magyarnak nevezett. Becskei Tibor, a VMDP Topolya Kishegyesi körzeti elnöke beszédében kiemelte az aradi vértanúk máig ható mártírságának jelentőségét. Valójában, hogyha ők nem adták volna az életüket, tehát ők nem áldozták volna fel magukat, akkor talán most mi nem biztos, hogy itt állnánk. És ez egy nagyon nagy gyász a szívünkben. Ez egy felemelő példa, amit ők véghez vittek. Véres kaparás nem volt. A hazaszeretet és összefogás értékeit közvetíti az aradi vértanúk emlékezete, véli Fremond Árpád, a VMS alelnöke. Ezeknek az embereknek, akik életüket adták a hazáért, a hazaszeretete az megkérdőjelezhetetlen, és a mai itt élő délvidéki vajdasági magyarok igazi hősként tekintenek mártírjainkra, akik a vérüket adták a hazáért. Fontos az, hogy összefogott akkor a magyarság, a szabadságáért küzdött, egy olyan eszméért, amelyet aztán a későbbi generációknak sikerült kivívnia, és a teljes szabadságot sikerült kivívnia. A jelenben a mi feladatunk, hogy gyermekeinket magyar nyelven oktassuk, ismertessük meg velük a magyar tárgy és szellemi kultúrát, valamint a népszámláláson is valljuk meg magyarságunkat. Emelte ki beszédében Kis Imre Szerda Anna, az MNT tagja. 13 aradui vértanúk közül kevesen voltak magyarok. Ez ugye már a nevükből is gondolhatjuk, hogy így van. És mégis mindannyian a magyar nemzetért szálltak síkra, a magyar szabadságért harcoltak. Tehát mi is valljuk meg magyarságunkat, valljuk meg vallásunkat, ne szégyeljük a kultúránkat, hanem éltessük azt és éljünk vele. A jelenlévők Szakály József topolyai plébános vezetésével mondtak imát az aradi vértanúk, valamint a forradalom és szabadságharc áldozataiért, és megkoszorúzták a hősök sírját. Mi már 22 éve folyamatosan kijövünk ide emlékezni a március 15-éről, a Kishegyesi csatáról és az aradi vértanúkról. És azt is el kell mondani, hogy itt nem messze tőlünk az első világháborús emlékhely is itt van, és a Nemzeti Gyásznapunkon megemlékezünk minden kishegyesi elesett katonáról, az első és a második világháborúban is elesett katonákról, és ez egy nemzeti gyásznapunk, ilyenkor szentmisével adózunk emléküknek, és persze az aradi vértanúkról is megemlékezünk. Azt mondta az ember, ennyi macska nem kell! Általános és középiskolások, valamint a magyart, mint környezetnyelvet tanuló diákok vettek részt a Tóth Ferenc vers és prózamondó szemlén. Ez bővíti a szellemi egyéniségét is az embernek, és a tudását is, és a világképét is bővíti az embernek, hogyha verseket olvas, illetve mond el. Most én erre a szavaló versenyre Csorba Béla író-olvasó találkozó, illetve Ágai Ágnes Kamasságok című versével érkeztem. Azért szeretek szavalni, mert érdekes, és izgulhatok is, és minden. És máma elmondta a Pap József Dávid Katüskét is, majd mondom, a Kányádi Sándor hallgat az erdőt. Öt csoportban zajlott a megmérettetés, a produkciókat három tagú szakmai zsűri értékelte. Nagyon sokan produkálnak iszonyatosan jó szövegeket, és olyan gondolatokat közölnek, amit látom, hogy nem csak a költő akarta mondani, hanem ő is belevisz valamit, és ezek a legfőbbek, tehát hogy ő értse a szöveget, a kiállása jó legyen, tudjon kommunikálni a közönségen. Egész Vajdaság területéről érkeztek versenyzők. Irodalmunk gyöngycemeinek a megismerése fontos, ezért tartjuk fontosnak mi is ezt a versenyt, valamint azért is, mert hogy itt a vajdasági
magyar írókkal, költőkkel is meg kell, hogy ismerkedjenek, hogyha erre a versenyre jönnek, mert ugye az egyik kitétele, hogy vajdasági magyar írótól vagy költőtől is mondjanak egy szöveget. De nem lehetett. A résztvevők az oklevelek mellett könyvjutalomban részesültek.